Mióta csak a világ leghíresebb androidja, Mark Zuckerberg átnevezte techvállalatát Facebookról Meta-ra, a metaverzum igazi buzzword lett. Maga a fogalom egyáltalán nem új keletű, de most kezdtek el az emberek széles körben foglalkozni vele. Nehéz vele nem találkozni, viszont még mindig nagyon kevesen tudják, mit is takar pontosan a metaverzum. Bevallom, a videó elkészítése előtt bennem sem volt valami jól körülhatárolt definíció vagy elképzelés. Sőt, mint kiderült, most sincs. Szóval nézzük meg, mire ez a hatalmas felhajtás. Ha definiálni szeretnénk a metaverzumot, nincs egyszerű dolgunk. Maga a kifejezés egy 1992-es science fiction novellából ered, ahol az emberek a disztópikus valóságuk helyett egy virtuális világban élnek, dolgoznak és játszanak. Nagyjából ezt a koncepciót ismerhettük meg a Ready Player One-ban is, és a valóságban is hasonló a helyzet, csak még nagyon messze járunk ettől. A metaverzum egy tág fogalom, ami igazából virtuális világok összességét jelenti. Sokan beleveszik a fizikai valóságunkat is, és azt próbálja kifejezni, ahogy a virtuális térrel való kapcsolatunk egy teljesen új szintre lép. A VR, az AR, a videójátékok, a blokklánc, a kriptovaluták és a közösségi média technológiái együttesen teszik lehetővé, hogy teljesen újfajta virtuális tereket alkossunk. Az egyik fókusz a bevonódás és a fizikai világgal való összefonódás mértéke. Beszélnek virtuális világokról és avatárokról, digitális karakterekről, amiként megjelenünk a metaverzumban, de ilyenek igazából eddig is voltak. Gondoljunk a Second Life nevű játékra, de a maga módján minden MMORPG, a World of Warcraft, a Minecraft vagy a Roblox is ilyen. Adott egy világ az interneten, amibe beléphetünk a karakterünkkel, csinálhatunk egy csomó mindent, építhetünk dolgokat, szerezhetünk tárgyakat, és amikor kilépünk, azok nem tűnnek el. A világ tőlünk függetlenül is aktív. Ez a rész már 2003 óta megvan, szóval a metaverzum nem ettől lesz metaverzum, akárhányszor is mondják el, hogy virtuális világ. A metaverzum sokkal inkább ezeknek az összessége. A teljes online tér, igazából a teljes internet, aminek VR headsetekkel a részévé válunk, amivel interakcióba léphetünk valós időben, ahol tárgyakat birtokolhatunk, de igazából a részét képezik a jelenlegi 2D technológiával elérhető világok is, amikbe mondjuk PC-ről vagy konzolról léphetünk be. A metaverzum valójában nem egy konkrét dolog, hanem a technológiával való kapcsolatunk következő lépcsőfoka, amit még épp csak próbál mindenki felfogni. A végeredmény könnyen lehet valami olyan mindent összekötő virtuális tér, mint az Oasis a Ready Player One-ban, ahová belépve a virtuális világon belül tudsz elmenni mindenfelé, nem weboldalakra lépsz majd fel, hanem külön-külön világokba utazol el, hogy ott találkozz másokkal, pihenj, dolgozz vagy épp játsz. Kis túlzással 3D internetként is felfoghatjuk. Jelenleg ennek még csak a felszínét kapargatjuk, létezik pár VR-ral elérhető, téged 100%-osan bevonó világ, van VR chat, a Facebook épp egy szociális teret hoz létre Horizon néven, míg sok blokklánc alapú platform, például a Decentraland vagy a Sandbox hatalmas nyílt terek, amiket a felhasználók építenek és töltenek meg tartalommal. Ezekbe egyébként már most is be tudsz lépni, igaz, ingyenesen csak korlátozott ideig, de végül is csak egy kriptótárca kell hozzájuk, meg nem árt egy biztonságos kapcsolat sem. Számos hálózaton könnyű hozzáférni az adataidhoz, ami főleg problémás, ha egy vagyonheverott kriptóban, de erre például tökéletes megoldás mai videónk szponzora a NordVPN. Nem csak egy sima VPN szolgáltatás, hanem egy hatásos biztonsági eszköz adatlopás és vírusok ellen egyaránt. A beépített biztonsági megoldások megvédenek bármilyen hálózaton is legyél, ráadásul egyetlen kattintással a világ 60 országában több mint 5000 szerverre csatlakozhatsz rá. Így az épülő metaverzum olyan új platformjait és világait is elérheted, amiket mondjuk Magyarországról még nem tudnál. Ha érdekel a szabad és igazán biztonságos internet élménye, használd a leírásban és a rögzített kommentben lévő linket, hogy egy hatalmas kedvezménnyel próbálhass ki a NordVPN szolgáltatásait. Na de vissza a metaverzumhoz. Mint mondtam, a metaverzum jelenleg még nem létezik. Megszületett a koncepció, ami mögött egyelőre mindenki más lát, ami viszont biztos, hogy nagyon sokan szeretnének a részesei lenni. Mi sem jobb példa erre, mint a Facebook VR platformja, de például Dél-Korea kormánya szeretne létrehozni egy virtuális Szöult, ahol a lakosok akár még ügyintézni is tudnak. Képzeld el, hogy nem kell a kormányablakba 2 órát sorban állnod, hanem egy virtuális térben tudsz interakcióba lépni az ott dolgozókkal.
A metaverzumra talált egy nagyon jó hasonlat, hogy úgy kell elképzelni, mint egy galaxist, benne bolygókkal. A Decentraland egy bolygó, a Facebook egy bolygó, a Minecraft világa egy bolygó. Mind-mind a részei a metaverzumnak. Ha nagyon tágan értelmezzük, a bolygókra utazáshoz nincs szükség VR szemüvegre vagy AR-ra. A hagyományos PC-kkel vagy laptopokkal is be lehet abba lépni az avatárunkkal, mint ahogy most is tesszük sok játékban, de a valódi sci-fi által értelmezett metaverzumhoz kell azért teljesülnie pár feltételnek. Az egyik a VR technológia széleskörű elterjedése. Enélkül nem történik ugrás a mai internetezéshez képest. Bár szigorúan véve nem kell, mégiscsak a háromdimenziós, teljes bevonódás lenne egy következő lépcsőfok. Szintén nem elengedhetetlen, de mégiscsak kellene a valódi metaverzumhoz a platformok összekötöttsége. Az internet jelen formájában egy hatalmas, szinte struktúrálatlan adathalmaz, amire senki nem lát rá. Vannak bizonyos módszerek a vizualizációjára, például ez a kép, de még a Google is kevesebb, mint 5%-át látja minden létező adatnak. A kibertér egy régóta használt kifejezés az interneten, de valójában nincs semmiféle tér. Egy oldal betölt, majd bezárul és betölt egy másik, nincs közte mozgás, csak adatok. A metaverzummal ez egészen másként lehetne. A valódi metaverzumban az internet egy valós, nagyon nem valós, hanem digitális értelemben létező háromdimenziós tér. Szó szerint mozoghatnál benne, és ha bemész az egyik ajtón, az a Facebook világa, ha meg bemész egy másikon, az mondjuk egy videójátékba visz. A kibertér szó szerint létezhetne, benne az internet minden adatával. A harmadik dolog, ami viszont ehhez még kellene és ki szokták emelni, az a kompatibilitás. Ahhoz, hogy valóban egyetlen nagy galaxisként foghassuk fel a digitális világot, szükség van arra, hogy minden egységes legyen. A tulajdonjoggal ellátott egyedi tárgyak, az NFT-k mindenhol megjelenjenek, és a te egyetlen avatárod mindenhova beléphessen. Jelenleg egymástól teljesen elszeparált platformok léteznek, van, ahol van VR, de sok helyen még ez sincs, szóval kellenek még univerzális eszközök is, amikről mindenki el tud érni mindent. Ezt a három dolgot azért hoztam fel, hogy lássátok, milyen messze vagyunk még a metaverzumtól. Jelenleg épp, hogy a felszínét kapargatjuk annak, amit ez a fogalom valójában takar. A nagy cégek építgetik a saját virtuális világukat, ahogy blokklánc alapú világok is születnek, benne birtokolható területekkel és tárgyakkal, de nem elég, hogy minden még csak alfa verzió, az átjárhatóságtól végképp nagyon messze vagyunk. Mielőtt szót ejtenénk a nyilvánvaló és komoly veszélyekről, szálljunk időt az előnyökre is. Nem lehet minden Black Mirror, összeesküvés elmélet és tech disztópia. El sem kell jutnunk a valóban science fiction metaverzumig, az internet már most is átalakulóban van. A távmunka és az interneten végzett munkák száma hatalmasat ugrott az elmúlt 10 évben, és nem csak, hogy még több hagyományos, unalmas és sokszor felesleges fizikai jelenlétet igénylő munka fog digitálissá válni, azok minősége is hatalmasat javulhat. A metaverzummal megszűnnek a fizikai távolságok, ha el kell intézni valamit, és nincs szükség tárgyak mozgatására. A szellemi munkakörökben az irodák a virtuális térbe költözhetnek, amivel hibrid megoldást nyújthatnak az otthoni munka kényelme és az irodai munka emberi kapcsolatai között. A virtuális valóság miatt teljesen más az élmény és a bevonódás mértéke. Úgy érezzük majd, mintha valóban ott lennénk a munkatársakkal, amit jelenleg egy videóhívás, lássuk be, nem képes megadni. A munka mellett a szeretteinkkel való kapcsolattartás sem elhanyagolható. Nem kell egyből arra gondolni, hogy majd csak virtuális térben ülünk. Vannak családok, ahol több ezer kilométerek választják el a tagokat egymástól, és egyszerűen nincs más lehetőség. A videóhíváshoz képest egészen más minőségű lenne egy ilyen találkozás, és lehet, hogy olyannal is szívesebben és gyakrabban beszélnél vagy ülnél össze egy virtuális szobában, akit amúgy csak több havonta tudsz meglátogatni. A blokklánc technológiai újításaival a munka mellett az ügyintézés is átalakul. Ha az NFT-kkel képesek leszünk személyazonosságot kezelni, a virtuális térben aláíratunk szerződéseket, intézhetünk ingatlanadásvételt, biztosításokat, bankszerződéseket, közigazgatási és közüzemi ügyeket, tényleg szinte bármit. Képzeljétek el azt a sok sorban állást, ami eltűnne. A mindennapi kényelem és a használhatóság mellett persze itt van a szórakozás is. A virtuális valóság fejlődésével a játékok még nagyobb élményt fognak nyújtani. Átalakulhat a filmnézés, de vannak olyan digitális világok, ahol híres előadók már most például koncerteket adnak. Oké, persze nem láthatod élőben Snoop Doggot, de ő attól még valós időben tud zenélni neked, a hangja és a hangszerek is szólhatnak valós időben, és attól, hogy az avatárját látod, az még megmásíthatatlan.
tudod, hogy tényleg Snoop Dogg csinálja a műsort. Azért őt hozom példának, mert már most kísérletezik ilyenekkel a Sandbox világában. Végül pedig nem mehetünk el az oktatás mellett sem. A Covid alatt sokan megtapasztalták, milyen nehéz videócseten tanulni, figyelni, és persze a tanár sem tud úgy segíteni. Egy virtuális térrel ezek a problémák megint csak megoldódnak. Az új technológiák miatt, mint például a blokklánc alapú személyazonosítás, pedig még azt is meg lehet akadályozni, hogy a diák átlépjen valahova. Nem lesz más lehetősége, mint hogy tényleg a tanórán üljön. A másik fontos dolog az oktatás minősége, és nem is csak az iskolai oktatásé. Képzeljétek el, hogy mindig mindenkinek jut saját kísérleti eszköz, anyag kémia órán, vagy gép, amit megtanulhat kezelni. A cégeknél a betanítás életveszélyes valós helyzetek helyett történhet digitálisan. Már most létezik olyan cég, ami virtuális valóságban készít el gépeket és gyártósorokat, így azokon tanulhatnak be az új munkatársak. Mire a valódi gépet kell kezelni, az új belépő már minden gombot ismer. Sajnos ezeket a nagyon is pozitív lehetőségeket beárnyékolja a rengeteg veszély, amit egy lehetséges metaverzum, vagy legalábbis az internet és a virtuális valóság fejlődése rejt. Az egyik legnagyobb probléma, hogy valahol már most a nagy cégek játszóterévé kezd válni. A tech-óriások olyan gyorsan csapnak le a metaverzum lehetőségeire, hogy lehet végül tényleg valamelyikük kezében összpontosul az irányítás. Ezzel pedig vissza is érünk korunk egy nagy problémájához, hogy nem az emberekről szól majd. Nem azért jönnek létre megoldások, hogy az életünk kényelmesebb, könnyebb és jobb legyen, hanem a pénzért. Ami viszont ennél is veszélyesebb, az a még immerzívebb virtuális világ. A függőségek, a minden platformot és szolgáltatást átszövő gamifikáció, azaz, hogy direkt jutalmazással vesznek rá minket az appok használatára, itt még durvábbak lesznek. A digitális világ már most is sokakat beszippant, sőt nem is kell digitális világ meg internet, már a sima tévének is sokan a rabjává váltak. Függőségeket alakítanak ki a játékok, a közösségi média, az appok, a videós platformok, online kaszinók, de mostanra még a tanulás segítő alkalmazások is. Szerintetek milyen szinten fog ez változni, mikor mindennek a részesei leszünk három dimenzióban? Sajnos az agyunk egy biológiailag több tízezer éve változatlan szerkezet. Túl könnyű becsapni, és nem tud lépést tartani a technológiával. Ha egy virtuális világban dolgozunk és szórakozunk, az lehet, hogy egyszerűen túl sok lesz. Ezek az előnyök és hátrányok szépen lassan egymással párhuzamosan fognak jelentkezni a következő évtizedben, ha csak nem történik valami egetrengető változás. Tény, hogy hatékonyabbak leszünk, a világ kinyílik és olyan élményekben lehet majd részünk, mint még soha, ugyanakkor könnyen válhatunk a digitális világ rabjaivá. A Google, a Facebook, a YouTube most sem azért versenyeznek a figyelmedért, hogy szórakoztassanak, mindenki a reklámbizniszben van. Minél jobban meg tudnak fogni, lekötni, ott tartani, apró tudatalatti eszközökkel, annál több pénzt kapnak majd érted a termékeket áruló cégektől. Félő, hogy végül nem lesz ez másképp a metaverzumban sem. És akkor még itt vannak olyan problémák is, hogy az emberek a digitális világban nem képesek viselkedni. Még el sem kezdődött szinte semmi meta, már is tömeges erőszakalásokról számolnak be női avatárok. A szexuális és igazából mindenféle zaklatás mellett pedig itt van a kiberbűnözés is. Fogalmunk sincs, hogy a metaverzum hozta lehetőségekkel, esetleg nem adunk-e teret a bűnözőknek, és segítjük az ők kapcsolataikat és tevékenységüket is. Vagy itt van a személyiséglopás. Oké, hogy a blokklánc egy feltörhetetlen kódból tudja, melyik avatár vagy valójában te, de honnan fogja ezt tudni más ránézésre? Migától meg abban, hogy pontosan ugyanúgy nézzek ki digitálisan, mint te, és a te nevedben csináljak dolgokat. Nagyon sok bajós szenáriót lehetne még felvázolni, de a nap végén sajnos fogalmunk sincs, mi lesz. A végső válasz csak az idő adhatja meg. A metaverzumtól bár még messze vagyunk, elindultunk a megalkotása felé, és rohamosan közeledik, hogy az életünk része legyen. Reméljük, a problémák egy részét sikerül megoldani addigra, mert ez sokkal több, mint egy jobb bevonódást ígérő, vidám virtuális valóság. Tudom, hogy nagyon mélyre lehetne még menni, de egy videónkba csak ennyi fér bele. Ha érdekel a téma, nézd meg videónkat, amiben arról mesélünk, mi is pontosan egy NFT. Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, kövess minket, és persze köszönjük a támogatást minden csatornatagnak, és fő támogatónknak, a Reghostnak.